Sziasztok! Az elmúlt hónapokban több vállalkozó barátommal is beszélgettem arról a témáról, ami ebben a videóban következik. Volt köztük operatőr, előadó művész, grafikus, marketinges, fordító és egy úgynevezett youtuber is. A közös pont az volt, hogy mindannyiunkkal elő szokott fordulni, hogy teszünk egy ajánlatot egy adott munkára, és a területet kevéssé ismerő megrendelő reakciója, finoman szólva is, erős meglepődés. Te tök racionálisan számítva mondasz egy árat, ő pedig azt látja, hogy ez az összeg irracionálisan magas. Hiszen csak a kamerán kell megnyomni a reggombot, vagy egy néhány vonalból álló nyamvat logót kell megrajzolnod, vagy mindössze fél órán át kellene gitároznod a háttérben, zenélni meg úgy is szeretsz, különben miért csinálnád? Az egyik fél felkapja a vizet, hogy ez most komolyan gondolta, hogy ennyi pénzért fogok neki forgatni. A másik pedig kiakad azon, hogy ez rablásfényes nappal. Holott az esetek nagy részében valószínűleg sem a vállalkozó nem akarja lehúzni a megrendelőt, sem pedig a megrendelő nem akarja megalázni a vállalkozót. Szóval nézzük meg, hogy a címben is szereplő pofátlan ár mégis hogy jön ki. Sok felől meg lehetne közelíteni ezt a kérdést, én most abból indulok ki, hogy te vállalkozóként a saját kis buborékodban ugyanazokat a feltételeket szeretnéd magadnak megteremteni, mint ami egy alkalmazásban álló kollégádnak megvan. Ő például átlagosan 21 munkanapot dolgozik egy hónapban. Helyesbitek, ha a törvényben garantált szabadnapokat is hozzáveszünk, akkor csak 19-et, és ez a korral csak csökkenni fog, és ebben a beteg szabadság nincs is benne. Szóval számoljuk most úgy, hogy havonta átlagosan 18 napot vagy munkára fogható. Vállalkozóként azonban a munkád egy jelentős részével effektíve nem termelsz pénzt. Ezeknek egy részét, például a könyvelést, akár ki is szervezheted. Más részét viszont neked magadnak kell megtenned. Mondok egy példát, ha mondjuk zenész vagy, akkor az ügynökséged bármennyire is jó, nem fog tudni helyetted próbálni. Nyilván a szolgáltatástól, a vállalkozásod típusától meg még egy halom más dologtól is függ, de az is könnyen lehet, hogy mondjuk a munkaidődnek akár a felében is olyan munkákat végzel, ami közvetlenül nem termel pénzt. Mint ahogy említettem, ezeknek egy részét ki is tudod szervezni, de az meg a költségeidet fogja akkor növelni. Úgyhogy az egyszerűbb számítás kedvéért most úgy veszem, hogy minden hónapban 10 napod van arra, hogy minden pénzt megkeress. Na de nézzük, milyen pénzt. Egyrészt a vállalkozásodnak vannak fix költségei, amik akkor is jelentkeznek, ha meg sem moccansz. Mondjuk rezsi, könyvelődíja, biztosítások, kötelező kamarai tagság, bizonyos szolgáltatások. De ha be kell ruháznod bármilyen műszerbe, szerszámba, szoftverbe, hangszerbe, számítógépbe, járműbe, azoknak is megvan egy hónapokra lebontható havi költsége. És ha mindezt összeadod, még ha egy kis cégről vagy egyéni vállalkozóról van szó, aki minimális eszközigénnyel szolgáltat, kapaszkodj meg, 100 000-es nagyságrendről van szó. Tételezzük fel, hogy van egy kis szolgáltató céged, aminek te vagy az egyetlen alkalmazottja, ezek a fix költségek pedig minden hónapban 300 000 forintot tesznek ki. Ebben benne van minden, amire a munkádhoz szükség van, egy hónapra vetítve. Emellett pedig szeretnél mondjuk havonta nettó 100 000 forintot keresni. Hú, ez aztán szép summa. Ez a pénz a cégednek az adókkal és a járulékokkal együtt közel a duplájába kerül, tehát 500 000 forintot kell előteremtened minden áldott hónapban, csak azért, mert létezik a céged. Ami minden egyes pénzkeresős napodra vetítve 50 000 forint. Ebbe kevesen szoktak belegondolni, de ha alkalmazásban állsz, akkor ezt a pénzt a főnöködnek kell előteremtenie. Ha viszont vállalkozol, akkor te magad vagy a főnök, szóval magadnak. És ehhez jönnek még hozzá azok a költségek, amelyek az adott munkához kapcsolódnak, mint például a benzinpénz vagy a bűvész nyula, már ha a nyula az fogyóeszköznek számít. Legyen ez a tételcsoport most a példa esetében mondjuk 20 000 forint, tehát a megrendelőnek 70 000 forintot kell fizetnie. Vagyis nem feltétlenül. Végig lehetne matekozni sok vállalkozási formát, de most az egyszerűség kedvéért nézzük azt az esetet, amikor minden bevételed után 38% adót kell fizetned. Szóval a kérdés az, hogy miből kell levonni 38%-ot ahhoz, hogy 70 000-et kapjunk. És az eredmény 113 000 forint. Közel 100 forinttal kerekítve felfelé. És még hogy a vállalkozók nem akarnak lehúzni, mi? Szóval, amikor szívrohamot kapsz a grafikus árajánlatán, vagy azt számolod, hogy a 40 forintos anyagköltségből kijövő lángos hogy 500 forintba kerül a piacon, bizony ilyesmi számítások állnak a háttérben. Hát, lényegében ennyi. Ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornámra. Ja, és tudom, hogy most jönnek majd azok a kommentek, hogy már pedig igenis minden vállalkozó csak le akarja húzni az embert. Hajrá! Sziasztok!